Sziasztok! Ismét a tűzlabda és lábsöprést hallgatjátok a Bushwell FGC jó voltából. Nemrég bejelentettük a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő eventünket, a részletekért látogassatok el a Facebook oldalunkra, vagy a Discord szerverünkre. Jó szórakozást kívánunk a mai részhez! Sziasztok! Tűzlabda és lábsöprés újra! A mai adásban a tier listekről fogunk beszélni, és a matchup chartokról, és ha már erről beszélünk, megjelent a Kuma. Itt van, és terrorizálja a rankedet. Elképesztően hát, boldog vagyok. Na, akkor FX már be is köszönt. Többiek. Sziasztok, FX vagyok, hatalmas meglepetés. Sziasztok, én Piotron vagyok, és imádom akkumátom. Én tudom főleg, mennyire imádom az akkumát, én is. Na, hello. Akkor a mai adásban egy nagy Akuma Enjoyer klub lesz, mert én is imádom akkumát. És most nem ülök ki egyébként, amikor én logok itt a sorba? Nem, itt kell lenni a szenvedőfélnek is, nincs olyan. A másik oldal az egyenletnek. Na, szóval, Akuma, top tier. Hát hogy? Miért? Meglepődtetek? Hát én nem lepődtem meg egy kicsit se. Hát basszus, figyelj, konkrétan vedd a sotó archetipust, ami ugye arra van dizájnolva, hogy gyakorlatilag a játéknak minden részében tud valamit kezdeni ugye magával, és ezt szoroz be azzal, hogy odaadod neki az ilyen felturbózott movesetet, mint például az, hogy van a levegőbe tűzlabdája, ami egy ilyen elképesztő dolog SF-ben egyébként, meg pluszban az, hogy elképesztő damage-e van, elképesztően jó normájai vannak, és ezt azzal kompenzálják, hogy jaj, ezerrel kevesebb élete van. És így nagyon. Jó, én annyit mondanék, hogy személy szerint én megsértődtem volna, hogyha nem lett volna top tier. Szóval, na, az álljon már meg a menet, a tradíció az tradíció. Mondja Piotron, bocsánat. Hát én azt akartam, hogy igazság szerint én egy icipicit csalódtam lett, ez egyedül vagyok, amikor néztem, hogy nincsen neutral fireball a jumpból, neutral jumpból fireball, de az lehet, hogy tényleg kicsit túl sok lenne ebben a játékban. Hát talán egy csöppet. Én annyira nem játszok SF6-ot, de azért pusztán, ahogy feljöttem Discordra, és láttam, hogy a srácok játszanak Akuma Mirrorokat, már volt alkalmam megcsodálni, hogy milyen érdekes karakter, szóval... Hát én akkor hát úgy fogalmam össze röviden, így kb. Ez a mémmel lehet, hogy nem csak, hogy mindent is tud, de mindent jobban. Hát, ezért ilyen jó, mert mindenből a turbojó verziót kapja, és plusz még extrákat. Mint a... Egyébként ezzel egy nagyon jó dologra világítasz rá, szerintem egyébként, hogyha már top tierekről beszélünk, hogy Akuma azért top tier a dizájnja alapján, mert hogy gyakorlatilag mindent is tud, amit a játék megkövetel tőle. És az, hogy én, ahogy én látom a dolgot, verekedős játékokban kétféle top tier van, ilyen igazi top tier. Az egyik az ez a fajta, mint az Akuma például, vagy az F-Hime Melty Bloodban, ugye, az, hogy gyakorlatilag ugyanazt a játékot játszom, mint mindenki más, csak ő mindenben jó, ugye. Uh-huh. Ez az egyik fajta, és van a másik fajta, és hogy a Melty Bloodos témánál maradjak, ez a C-Roa típusú top tier. Peti, erről valószínűleg tudsz beszélni, mert C-Roa játékos vagy. C-Roa meg azért top tier, mert ő meg nem azt a játékot játszom, mint mindenki más, és ezért a többi karakter nem tud vele mit kezdeni. Az Akuma pont az előbbi típus ugye ebből az, hogy ő nagyon jól tudja játszani azt a játékot, amit mindenki más, és még jobban is tud. Baromi jó egyébként, ezt mondod, és akkor most rakjuk Akumát Tekkenbe, és akkor nem csak, hogy jobb is, de más játékot is játszik. Nem akarok csúnya szavakat használni, mert... Ne, inkább mondjuk azt, hogy jöjjön Tekken 8-ba is, léci! Minden játékba kell Akuma. Hárba is akarok Akumát. Ott a csípét. Nem. Én azt mondom, hogy Tekken 7-ben egy nagyon érdekes döntés volt, és ezt most rábízom a hallgatókra, hogy ezt most pozitív vagy negatív értelemben mondom, meg sem negatív. De az, hogy egy érdekes dolog volt, hogy az Akumát betették, mert ő, ugye akiről beszéltük eddig, hogy SF-ben abszolút ő a by design top tier, Tekkenben pedig pont a másik fajta, amit a Peti is mondott, hogy ő a 3D játékban játssza a 2D-t. És az, hogy erre volt példa, nem tudom, hogy ezt belinkeltük-e valamelyik részbe ezt a videót, vagy hogy említettük-e, én úgy emlékszem, hogy említettük, de az, hogy amikor az SF4 játékos, a Punku elment tekelhetezni 2016-ban Evo-ra, és csak azzal megnyert, vagy csak azzal eljutott harmadik helyig, hogy gyakorlatilag senki nem tudta, hogy Akumában mit kell csinálni. Mi az, hogy Entire, mi az, hogy Invisible DP? Hagyjuk le. Én azt mondom, hogy én azt akarom, hogy a Tekken maradjon meg Tekennek. Akuma az jó volt egyszer, vicces volt egyszer, de meg vagyok nélküle. Szóval, kétfajta top tier van.
Az egyik, aki mindent tud, a másik, amelyik más játékot játszik. Én így látom, igen. Oké. Okay. Hát lehetsz is, hogy igen, vagy ugyanazt csinál, csak jobban, vagy valami tök más csinál, amiben nem tudnak elbánni a többiek. Igen. SF6-ba egyébként nem tudom, hogy ki lenne az a top tier, aki a második eset lenne. Most? De, aha. Marissa. Egyébként igaz? Tényleg. Nagyon fura Street Fighter-t játszik most, hát ki az, aki Marissával nyomkodja a Drive Impact-et, hogyha ott a move-od, ami szétüt egy Drive Impact-et, és sokkal jobban jársz vele. Szóval ilyen tök teljesen ortodox, vagy na, unortodox módon játszik, mert így nem igazán azt csinálja szerintem, mint mindenki más. Ebben tök igazad van egyébként, én akit mondtam volna, csak tudom, hogy ő nem top tier, mondjuk kiderül még a buffok után, hogy most milyennek számít, de szerintem nem top tier, de hogy még aki tudnám még mondani azt, hogy ő egy másik fajta játékot játszik SF6-ban. Ugye ezzel az egész ilyen setupolással, meg az, hogy a normájai tök össze-vissza vannak, stance-e, szóval, ja. De igen, Marissa az abszolút egy jó példa szerintem. Talán Blanka is egyébként. Na, és kanyarodjunk vissza, hogy mi van ez a dolog, hogy by design top tier? Mert hogy ugye, amit mondtunk, hogy tradíció, Akuma top tiernek kell lennie. De ki az, aki by design top tier lesz? Egy boss karakternek például kötelező annak lenni? Nem árt, hogyha az. Hát úgymond nem árt, hogyha az. Okoz az embernek, hogyha azt látja, hogy itt egy ilyen baszott erős karakter, akit alig bírt elverni a boss módban, aztán kap egy ilyen lebutított, ilyen levizezett verziót, amivel alig lehet valamit kezdeni, és a tier-list aljában ez egy olyan, az nem ad el játékokat, meg DLC-t szerintem. Hát... Van egy ilyen marketinges motiváció is a mögött, hogy bizonyos karakterek, az a perspektíva van, hogy ennek jónak kéne lennie. Erről nekem vicces perspektívám van, mert én ugye Mortal Kombatból jövök, és ott legendásan pocsékak a boss karakterek, de olyan szinten, hogy arra sikerült ez mindig. Hát nem igazán jött össze, ugye először Shivát akarták Gorónak megfelelőnek, amolyan playable Goró verziónak, de Shiva például, amíg Mortal Kombat volt, ő mindig egy rossz karakter volt. Egyszer volt valamennyire high tier a Mortal Kombat 11 alatt, mielőtt lenőrfölték, aztán megint bottom tier lett. De ez nem egy glitch miatt volt pont, hogy a Stompja azt hiszem unblockable volt? Nem, az nem glitch, a Stomp az a mai napig unblockable. De nem is úgy értem, hanem az, hogy volt valami setupja vele, hogy azt loopolni tudta magával, vagy nem tudom. Hát meg variálni, lehetett az a majomkodni, de azért rossz szinten már na. Igen, tehát igazából azzal a probléma a recovery volt, hogy nagyon-nagyon gyorsan recoverölt, hogyha whiffelt, illetve nehéz volt kijutni annak a hitboxából, hogyha lefele jövet volt. Azt érdemes tudni, hogy ugye MK11-ben variation system volt, és különböző variációkat adhattál meg a karaktereidnek, és az egyik az volt, hogy tudtad aimelni a stompot, hogy a karakter elé, vagy mögé, vagy pont rá menjen. És ezzel, hogyha valaki megpróbált kideselni alóla, akkor nem feltétlen jött ki jól, mert éppen pont lehet, hogy beledesselt a hitboxába, mert ő azt ridelte, hogy te előre vagy hátra fogsz deselni. De nem igazán számított, mert hogyha éppen pont nem abban a jó windowban deseltél, akkor tök mindegy volt, hogy deselsz-e vagy nem, így is úgy is el fog kapni. Szóval nagyon ilyen busted volt, hogyha pedig ne adj Isten whiffet, akkor nagyon nehéz volt whiffban is olni, még hogyha ki is kerülted. Egy másik példa, aki egyébként ilyen boss karakter volt, de borzasztóan rossz, hát az az MK11-es Shao Kahn, mert ugye Shao Kahn bekerült Day One pre-order bónusz DLC-ként a játékba, és ő volt a bottom 1 Day One. Összegyelő rendelted itt egy felesleges karakter a fáraz az első ez legendás egyébként, tehát nagyon sok Mortal Kombatban volt olyan, hogy aztán összekaparták, nem? Én úgy emlékszem, hogy Erik az Shao Kahn az ott a 11-ben, és akkor már használható volt. Azt mondanám, hogy ilyen low mid to mid tier jelenleg, így a játék utolsó verziójában. Kicsit ilyen, nem fogok hazudni, Shao Kahn egy gorilla karakter, tehát vele csak mész, és csinálod, és... Vannak ilyen boss karakterek, akkor nézzünk most egy kicsit aktuális játékokat, hogyha van ehhez kedvetek. Például Strive, Nago, mi mit csinál, nem gorillázik? Hát de, elég erőteljesen. Hát de. És szerintem minden kritériumnak megfelel. Őt például mondhatni egy kakuktojás, mert szerintem by design boss karakter, és igazából nem feltétlenül azt a Guilty Gear-t játssza, mint a Strive-ba sokan, hanem egy másik játékot játszik, és egyébként mondhatni van mindene is. Jó, izéja nincs, erdese nincs, de hát reverzája sincsen.
Szóval neki full ortodoxa... Hát szuperre tud reverzálozni, és a Strive-on nagyon sok szó van métered, úgyhogy én azt mondanám, hogy van reverzálja egyébként, szóval tudom, nagyon sok szó van métered Strive-on azért. Úgy nincs reverzálja, mint szólnak, hogy tépézik egyet, egyértelmű, de azért sok karakternek nincs így reverzálja, úgyhogy na, én nem tudom. Nagó egy elég érdekes példa pont erre, de van egy másik karakter, beszéljünk róla. Mondjuk Happy Chaos. Happy Chaos az boss karakternek szájt, ezt tudom, hogy a sztoriban ő a fő gonosz gyakorlatilag, de vagy ő nem hiszem, hogy ő boss karakter volt gameplayben. Úgy igazából nem. Nem, tehát ellene játszani se arcade módba, se semmilyenben nem kellett igazából, hogyha jól emlékszem, bár én csak egyszer vittem ki az arcade módot, ezt szeretném kijelenteni. Inkább úgy mondanám, hogy mivel hogy ilyen különleges státusza van a sztoriban, ezért saját játékmechanikákat kapott, amik eléggé legendásan erőssé tették ugye a Strive történetében. Ami egy kicsit, hát nagyon sok playernek ugye megkérdőjelezhető volt, megkérdőjelezhető a mai napig, de ettől függetlenül egy nem kimondottan boss karakter, inkább csak úgy mondanám, hogy nagyon egyedi karakter a Strive rosterén belül. Hát én most srácok, nektek úgy mondanám a boss karaktereket igazából, hogy story-wise, mert akkor Inno se boss karakter, mert ennek a sztorinak az arcade módjában Nago a végső. Szóval, hogy story-wise mondanám nektek, mert azért most kanyarodok más játék felé, ahol több boss karakter van. Ott volt az SF5. Hány boss karakter? Várjál. Python, Akuma, Gil. Ott volt a Seth. Szóval... Igen, de egy kicsit kanyarodjunk oda-vissza egyébként, hogy az Inno az boss karakter volt még ugye a Guilty Gear XX-ben. Szóval neki ő gameplay alapján is boss karakter volt. Értem. De akkor mégis hova tennéd story-wise a HC-t? Igazából, hogyha Nago a boss karakter, az arcade módnak a végén. A Nago azért kerül oda, mert a HC előszedi a 20 emeletes aló, vagy 200 emeletes aló, tök mindegy. Szóval én azért egy ilyen boss karakter pozíciónak tartanám, eleve az Inno-val kever ott végig, szóval... Ántom. Végül is egyébként mondasz valamit, mert pusztán azért, mert nem boss egy játékban, attól még lehet a dizájnja egyszerűen sztori szempontból annyira tunolt igazából, hogy boss karakter státusza van. Én ide sorolnám igazából, hogyha Happy Chaos-t, akkor Azukát is egyébként. Ez így van. Jó, hogy említed, mert ugyanezt akartam mondani. Szerintem is. Azuka is pontosan megállít a helyét. De ezért mondtam az előbb például az SF5-ös példát, de mondjatok másikat. Szerintem a Grand Blue megint egy jó példa erre, mert ha jól tudom, már három boss van? Vagy már négy is van? Hát Beelzebub, hát vagy a Belial, vagy az Avatar Belial, most nem emlékszem, azt mondom az Avatar Belial, és a Lucilius. Ja. És ezek közül azt tudom, hogy a Beelzebub volt ugye az OG Grand Blue versus boss karakter, és ő nem számított optilnek. Abszolút. Akkor ott se sikerült. Egyébként az előbbi SF5-ös példából a Gil se volt top tier. Abszolút nem, igen. Hát mondom erről a Peti tudna mesélni egyébként, hogy például mit tudom, hogyha már sztoriról beszélünk egyébként, ugye ott van a Meltiben a Hime meg a Roa, ugye a Hime volt a sztori szerint a legeslegerősebb karakter abban a játékban, és mellette meg az egész Meltinek, az egyik, hát ugye az egyik résznek a Cukimének, amiből a Melti lett, annak pedig a Roa volt a főgonosza, és ez a két abszolút top 2 van, ugye a C-Roa meg az F-Hime. És azt, hogy azért szerintem, azt, hogy Peti egyébként mit tette a C-Roát ennyire bastiddé? Hát igazából ő eltek nagyon rosszra sikeredett, szintén nagyon gyenge volt, és hát overbuffolták, mert azt mondták, hogy mi lenne, hogyha azt a buffot kapná, hogy minden special tud minden specialbe cancelzni, és hát ezt nem igazán gondolták át, hogy ennek mi lesz a végkifejlete szerintem. És egyébként van egy tök jó videó, ami résztesen belemegy azt hiszem a Dogura. A Dogurának van egy ilyen sorozata, hogy ilyen valami küszokjára, nem tudom milyen ilyen sorozat, ahol így megy végig különböző abszolút broken bullshit karaktereken, és mindig hív egy expertet, aki elmagyarázza, hogy na ezért meg azért meg amazért, és arról az kapott egy epizódot, úgyhogy azt belinkeljetjük, mert csak nem tudom, hogy van-e fordításra, megnézem. Én emlékszem, hogy volt egy angol nyelv videó erről, hogy ugye az, hogy a Roa hogyan nézett ki az eredeti Actress Again-ben, és utána az Actress Again Current Code-ban.
erre biztos, hogy van egy angol nyelvű, akkor majd megpróbáljuk mind a kettőt megtalálni. Egy másik példát mondanék, a fordítottját, amikor a boss karakter már annyira durvára sikerült, hogy egyszerűen nerfelni kellett, mert nem volt semmi értelme. A Seth így sikerült a Street Fighter 4-be is, meg az 5-be is. Ahogy berakták, ugye 4-be tényleg mindent tudott, konkrétan volt SPD-je az Zangief. Olyan szinten mindent tudott, hogy még SPD-je is volt. A SF5-be meg valami háromszor kellett az Axe Kick-jét nerfelni, mire normalizálódott a helyzet. Vele is megesett egyébként, azt szerintem belinkelhetjük majd akkor megint, amikor Evo Top 8, nem tudom, 7 set, vagy nem tudom. A Mortal Kombat Trilogy-ban, illetve a 3-nak a különböző portjaiban volt Noob Saibot, akit hát soha nem nerfeltek, mivel hogy ezek arcade játékok voltak, ő egy secret karakter volt, akihez úgy lehetett hozzáférni, hogy nem is tudom, valakit le kellett győzni, hogyha jól emlékszem, nem, annyira nem vagyok jártas így az arcade Mortal Kombatokban, de emlékszem, hogy ő egy olyan karakter volt, hogy az első full-on playable megjelenésében tournament bannolt karakter volt, hogyha jól emlékszem. Voltak ilyenek, hogy volt egy debuffa, amit hogyha rátett, akkor onnantól kezdve nem tudtál blokkolni, és nem tudtál special move-okat kihozni, sem ne, egyszerűen nem találták el az ütéseid. Szóval eltalált egy fireball-lal, ami azt jelentette, hogy most megeszel egy TOD-t. Hát akkor itt a kezemben szólám ráz, meg aztán iPhone Station-tól. Igen, ez az, ami még nagyon érdekes, hogy néha így azért megbújnak így ilyen kis rejtett karakterek, így rossz terekben, amik annyira overpowered-ök, hogy egyszerűen nem tudsz vele mit kezdeni. Manapság már annyira nem divat, de régebben azért sokat volt. Én egy példát akarok gyorsan felhozni, most az arcade-ről jutott eszembe az, hogy az SF4-nek, a Super SF4-nek volt egy arcade release verziója, ugye ez volt az Arcade Edition, és az, hogy ott volt a Yun, ugye, aki SF3 ból jött át az SF4-be, és az, hogy ő annyira elképesztően broken volt, hogy egy interjúban a fejlesztők mondták is, hogy hát igen, Junt ők abszolút izének tervezték, topjának tervezték azért, hogy az emberek menjenek az arcade-be és dobálják be a pénzt, és nem számoltak vele, hogy ez a verzió meg fog jelenni PC-re. És csak by popular demand jelennek PC-re, és utána kb. Nem tudom, így jött egy verzió nem sokkal PC-re íz után, ahol a Junt azt a, hát nem azt mondom, hogy földbe döngölték, de azért eléggé rákukiztak a fejére azért. De az nagyon vicces volt, hogy konkrétan így megmondták, hogy hát igen, azt akartuk, hogy az emberek menjenek az arcade-be játszani a jó karakterrel, úgyhogy jóra csináltuk. Egyébként a Street Fighternek van egy ilyen tradíciója így a Kuma mellett, hogy a legtöbb játéknak, hát 4 óta szinte biztosra tudom mondani, de lehet, hogy valaki tud segíteni, hogy mi volt a 3-mal, de hogy az utolsó karakter, biztos, hogy broken. Biztos. A 4-ben, ha jól emlékszem, hogy Elena volt. Igen. És mindenki gyűlölte, mert egyszerűen, amit ideig is mondtunk, nem azt a játékot játszottam, amit eddig, hát heal-el a karakter. Mi? Hogy? Mi ez? És SF5-be Luke volt az utcsó, ő is totál, ő már ugye SF6-ot játszott SF5-be, totál broken. Figyelj, hogy kontrázzak erre rá? SF3, Sir Strike, utolsó title update a 3-hoz, megmondom, hogy kik voltak az új karakterek, oké? Okay? Q, 12, Remy, ez a bottom 3 konkrétan, ezek mind Sir Strike-ba jöttek be, és akkor még emellé még kijött a Charlie, aki meg ilyen vitathatóan top 1. Hát, probably. Igen. Egyébként még a boss karakterekre visszakanyarodva egy pillanatra, mert ez szerintem felvet egy érdekes kérdést, az, hogy egy jó példa arra, hogy nem, egyébként egyáltalán nem top tier, az a Justice Guilty Year-ben, ugye a plusszer verzióban a Justice, ő story meg gameplay alapján is az ilyen nagy főgonosza igazából a Guilty Gear szériának egy bizonyos pontig. És az, hogy a Justice úgy néz ki plusszerben, hogy attól függően, hogy melyik karakter ellen játszol a Justice-szal, a Justice vagy verhetetlen, vagy használhatatlan. Szóval, hogy a kassz fele ellen nagyon jól működik, a kassznak a másik fele ellen nagyon nem működik. Jó, szóval, mit tudom én, nagyon egyszerű példa, Abba vs. Justice matchup. Abának ugye az a mechanikája, hogy neki van egy ilyen power-up módja, egy installja, és az, hogyha ő abból ott azt nem menedzseli jól és kifogy, akkor a Justice az full screenről bármikor instakillelni. Szóval, hogy az a matchup az például Abának az nem jó. De cserébe meg gondolkozom, ki a Justice-nak a legrosszabb? Azt hiszem a Zappa a legrosszabb matchupja egyébként Justice-nak, hogy ott van, hogy a Justice, az ott van az a nagy melák karakter, és a Zappa egyszerűen freestyle open world gameplayt tol a Justice-on. Azt csinál vele, amit akar. Konkrétan. És azt, hogy ez felvet egy érdekes kérdést, az, hogy a Justice az nem számít top tier karakternek, viszont attól függően, hogy ki a másik karakter, eléggé nehéz ellen játszani, és az, hogy ezért van az, hogy érdemes-e vajon matchup spreadekről beszélni, mint tier listekről. Így van.
tökéletesen rátértél a következő témára. Közösségen belül nagyon sokszor elő is fordul, hogy rage-el valaki mikor, sőt, hát mondhatni szerintem ez a közösségben az egyik kis játék, amit játszunk, hogy valaki talál valami mókás tier listet, és akkor bedobja, és akkor mindenki. Ez hülyeség, ennek semmi értelme, persze. Nem tudom, az én karakterem az nem is top tier, hagyjuk már, aztán... Mindegy, szóval megy egyből a veszekedés, hogy igen, érdekes dolog, hogy ki az, aki masszív top tier, akire tényleg nem lehet azt mondani, hogy nem top tier. Ki az, aki úgy top tier, hogy nem kell sokat melózni vele, és top tier. És ki az, aki csak akkor top tier, hogyha nagyon magas szintű játékról beszélünk, és ki tudja használni a karaktert, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz játszani vele, mert mondjuk egy technikás karakter, példának mondanám, Menátot, hárman játszották a világon Street Fighter 5-ös időkben, és igazából tényleg hárman játszották, akik tudták, hogy mit kell, és biztosan tudtak vele játszani. Szóval, mi a véleményetek erről? Hadd halljam. Hát akkor belekezdek, hogy például egyébként erre nagyon jó példa a Melty Blood Type Luminában Aoku. Ezt már mondtam egyszer, hogy Aoku nagyon sok ember szerint top 1, mert papíron mindene van. Viszont az egész világon kb. 2 vagy 3 olyan player van Aoku-val, aki konzisztensen ott van a regionális top 8-akban. És az, hogy egyébként nem nagyon találkozol Aoku-kkal, mert elképesztően, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz játszani vele, de hogy minden egyes mozdulata az olyan precíz szituációkra van tervezve, hogy nagyon jó döntéseket kell vele hoznod azért, hogy ténylegesen ki tudja használni az erősségét a karakternek. Egyébként nem tudom, Peti, erősíts meg ebben, hogy Exardban Johnny ilyen egyébként, aki abszolút a magas szintű játékban top tier. Igen, őt akartam példának főhozni pont, hogy igazából mindenki mondja, hogy Johnny az top tier, legjobb karakterek egyik játékból, ez elég biztosra van mondva, de gyakorlatilag az egyetlen ember, aki hozta az eredményeket és sok eredményt, az az Omitónak a Johnny-ja volt, és gyakorlatilag, ha azt mondja valaki, hogy Xrd Johnny, akkor Omitóról beszélünk körülbelül, tehát hogy Karincsű még egyébként tök jó volt a régiójában, de ő nem utazott ki Evóra, meg ilyenek, szóval nem igazán derült ki, hogy in his heyday az meddig jutott volna. Fú, az eszembe volt egy másik ilyen karakter. Batista. Igen, az Undernight-os Batista. Az mindenki utálja, hogy mennyire jó. Egyetlen egy releváns ember volt vele, a Fox of 42. De ő nagyon releváns volt. Hát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy nekem egy ilyen karakter kövezte ki a fighting game életutamat, mert én ugye Fujin player voltam, és Fujin volt ugye a legjobb karakterem K11-ben. Erre nagyon későn jöttek rá az emberek, és Fujin egy nagyon-nagyon execution heavy karakter volt. Tehát Fujin volt a legnehezebb karakter a játékban, ez nyílt titok volt, úgymond. Nekem nagyon érdekes volt ez a perspektíva, mert én annyi hate message-et kaptam, de annyit, hogy arra szavak nincsenek. Ez az egyik tábor. Viszont, hogyha az emberek azért úgy játszottak Fujinnal, és úgy vágták mi merre hány méter, akkor azért úgy mondogatták, hogy amúgy, ja, hogy ez mekkorát ment, meg milyen dolgokat csinálta, stb. És én nekem például kimondottan büszkeségem is volt, hogy lehet, hogy top tier-en játszok, lehet, hogy carried vagyok, igen, de azért valamit azért bele kell tennem a karakterbe, hogy ki is jöjjön belőle az a reward. Én ezt mindig nagyon nagyra értékeltem egy karakterben, hogy rewardolja azt, hogyha te jól tudsz vele játszani, és még akkor is, hogyha csak vele tudsz jól játszani, mert Fujin kimondottan olyan volt, amiről az adás legelején is beszéltünk, hogy vannak karakterek, akiknek saját játékuk van, akik nem azért top tírek, mert jól játsszák a játékot, amiben benne vannak, hanem mert olyan túljaik vannak, ami a többi karakternek nincs. Egyrészt nagyon érdekesnek tartom ezeket a karaktereket, talán elmondhatjuk, hogy valamennyire Happy Chaos is ilyen, és azért egyébként ki is próbáltam Happy Chaos, de nem tudom, vicces egyébként, hogy mennyire más lehet a megítélése ezeknek a karaktereknek. Én teljesen a másik oldal vagyok, mint amit tőletek hallottam, Peti, ugye Johnny-t mondta, FX Aokót, te meg Fujint, mind a három technikás. Én is azt gondolom, hogy itt azért bele kell tenni a melót, lehet, hogy top tier, de azért nem önmagától működik, mint amit én szeretek. Én egy Nagó player vagyok, és azt mondom, hogy Big Blade, ez kész, nem érdekel. Vagy azt mondom a Luka, hogy level 3, és amikor az ellenfelem szuperezik, akkor elnevetem magam, hogy de miért csinálod? Nem tudod, hogy az enyém nyer mindig? Teljesen mindegy. Semmi értelme. Szóval én nem szeretem annyira túl gondolni a dolgokat, és
most érnék rá arra a témára, hogy szerintem azok a karakterek, akiket én pikkelek, ők a szintiszta top tírek. Mert az én megfogalmazásom, hogy az én fejemben egy top tír, az az, akivel igazából bárki tud játszani. Fogod, pikkelpolod, kicsit utána nézel, hogy mi van, és igazából nagyon-nagyon jó eredményt tudsz nagyon hamar elérni. És konzisztens vagy, mert nem kell túlagyalni a dolgot, igazából mondhatni karakter csinálja neked a meccset. Tehát azt mondod, hogy egyszerre alacsony a belépő és alacsony a mastery is? Az a pure top tier a te szemedben? Az én szememben igen. Azt hiszem. Vicces egyébként, hogy erről beszélsz, mert nagyon sokszor találkozok ugye tier listekkel, és különböző skill levelű playerek raknak fel tier listeket, és értelemszerűen, hogyha egy top level player, és mondjuk egy valaki, aki mondjuk rankedet játszik minden vasárnap, felrak egy tier listet, kettő néha azért eléggé más szokott lenni. És érdekes egyébként belegondolni, hogy csak akkor top tier egy karakter, hogyha a top level of play-ben nagyon-nagyon jó, vagy hogyha mindenki a teljes játék közössége tudja használni, és jól teljesíteni vele. Egyébként ezen úgy sokat gondolkoztam, hogy igazából kiknek vannak a tier listek igazából. Hát régen szerintem az volt a mondás, hogy a highest level of play. És ez ma már azért tényleg több, mindenki posztolgat tier listet, mindenhonnan, meg is címkézítni a kontextusnak, hogy oké, ez most egy online ranked tier list, vagy valami, mondjuk az Rumble-ba volt egy külön tier list, amikor még delay based volt, hogy na, így néz ki az online tier list, vs. az offline tier list, amiatt, hogy delay based. Hát igen. És a delay-ben nem reagálod le a mix-up-ot, az biztos vannak olyan karakterek. És az azonnal változhatott matchup-okon, és akkor itt van a matchup chartok, amiket egyébként sokkal jobban szeretek, de nagyon ritkán látod őket, amikor fogja valaki, és az egész karakterének az összes matchup-jára odaír egy számot, ahogy ő elképzeli, hogy ez neki hogyan ment. Erre egyébként van most egy automatizált rendszer a Striver-ra, ugye ott a rating update-en lehet ilyeneket nézni, hogy átlagban, nagy átlagban, mik a matchupoknak a kimeneteli, az is érdekes info lehet esetleg, csak hát ugye az már inkább megint csak nem a high level playerről beszél, arra meg kicsi lesz a sample size, szóval eset tökéletes. Úgyhogy jobban szeretem, amikor emberek rakják össze őket, és megmagyarázzák a véleményüket, és akkor úgy értelmesebben lehet beszélni a dolgokról, mert valami karakter úgy tud erős lenni, hogy közben vannak nagyon rossz meccsepe, és lehet counterpickelni, és ennek még lehet érdemes lehet azzal a karakterre játszani, mert annyira sok mindenki más karakterrel meg annyira jó, de lehet, hogy van ilyen blind spotja, amire figyelni kell, és akkor nem működik az, hogy bezzek, te top tier-re játszasz, miért nem tudsz nyerni az én karakter ellen, aztán kiderül, hogy érted 3-7-es meccsepe van, az egy karakter ellen. És olyában nem is kerít az ember. És milyen érdekes dolog ebben a témában az, hogy más volt a világ régen, mert nem volt patch. Régen azt mondtad, hogy ez egy top tier, és ő top tier volt végig. Most viszont, nem tudom, Happy Chaos megjelenés óta, tegyük fel, nem olyan top tier, mint annó volt. Én ezt gondolom. Most lehet vitatkozni, de változnak a dolgok, szóval... Azért most a Strive-nak azért most vannak problémák is szezon 3-ban, ugye a vádaszavultan, hogy ilyen dolgokkal, hogy ilyen helyzet, és akkor erre még rájön a Slayer, ugye, aki most fog kijönni. Igen. Hát, ő is érdekesen néz ki, maradjunk annyiban, és ezt ugyanolyan érdekes, ugyanabban az értelemben értem az érdekesen, mint Akuba a tekeljétben, hogy feltétlenül pozitív értelemben, de majd meglátjuk. Azért egyébként azért igen, és volt a tessék. Top tier. Hát igen. Ő is top tier, de már nem annyira top tier, mint régen. Azért a Nagu is még mindig top tier, de azért eléggé, kb. Ő csak nörfölték, ami volt a... Hát kivéve az, hogy a Beyblade, egy ló, a DP follow-up, meg egy overhead, azért az nem nörf az. Az egy elég erős buff volt. De egyébként régen is volt példa patchre, csak ezeket title update-eknek hívták, szóval ilyen például az, hogy SF3, Second Impact, ugye a második verzió játék, Shun, top tier, abszolút, és jött a Third Strike, és Shun bottom 5. Szóval, hogy azért ott is voltak ilyen reverzálókra példák azért régen. A set például, akit említettél, ugye SF4-ben, a Vanilla SF4-hez képest a Super Street Fighter 4-es set az elég erősen nörfölve lesz, hogy neki konkrétan volt egy R normája, amit egy-egybe kicseréltek konkrétan, hogy nem az volt, hogy jaj, hitbox nörfölve még gyerek, hanem kapott egy full másik animációt, mert az úgy nem volt oké az a Jumping Heavy Punch, mint ami alapból volt neki. Azért, ja, a title update-es korszak az egyébként az, ami megelőzi most ezt az egész ilyen szezonális kultúrát, de ott is volt példa egyébként arra, hogy egy kicsit hát átvariálta a tier listeket azért. De azért szerintem manapság szezonális pecsek miatt valahogy én úgy érzem, hogy a közösségnek
a játékosbázisnak hatása van talán a játékra. Régebben meg, ez az én érzésem. Ti erről mit gondoltok? Hát, mennyire, nem tudom, hogy mennyire követték régen a tournamenteket egyébként a developerek. Mert emlékszem, hogy mostanában ugye az van, hogy most már nagyon nagy bratyiban van a közösség, meg a fejlesztőgárda. Ugye Evóra mennek ki a fejlesztők, ők jelentik be ugye mindenféle dolgokat, meg ott fotózkodnak, meg valami, mit tudom én. Meg az, hogy Twitteren ugye van interakció, például Harada az állandóan szeret Twitteren mindenféle hülyeséget írkálni, úgyhogy most már sokkal nagyobb az interakció, mint régen, ez igaz, de nem tudom, hogy régen mennyire vették figyelembe, mondjuk mit tudom én, az ilyen Evo, nem tudom, vagy az ilyen Battle by the Bay-eket például, vagy ilyesmi. Szerintem úgy voltak vele, hogy játszottak önmagukba ott benne a stúdióba, aztán úgy voltak vele, ki kéne adni egy új játékot, de akkor már figyeljél, mert a Júzsinak az orúja azért nagyot ment ebbe a verzióba, úgyhogy lehet, hogy én ezt így nem vinném tovább a következőbe, úgyhogy akkor azt leföljük le. Szóval szerintem inkább valami ilyesmi alapon lehetett egyébként. Én is valahogy erre akartam kiukadni, mert most már a média, szóval amit említettél, az egy része az egésznek, az egy dolog, hogy látják az Evo-t, a Capcom Cup-ot, X. De hát maga a szociális média, nem fogom felsorolni mindet, de mindenhol megy ki a tech, mindenhol folynak a tournamentek, és szóval biztos, hogy sok-sok-sok visszaigazolást kapnak nap mint nap. Szóval eleve felgyorsult a dolog, és tényleg szerintem azért van manapság sok olyan ember, aki valószínűleg kontaktban van a mondjuk a Capcom-mal, és vannak visszajelzései, például el tudom képzelni, hogy a Wong papa az van beleszólása, hogy na, ez így nem tök jó, akkor a Capcom azt mondja, hogy átgondolandó. Szóval... Hát az biztosan Namco részéről van ez, hogy kiutasztatják a playereket ilyen beta verziókat tesztelni, meg ilyesmi. Szóval most is például, amit láttunk a Projectel, vagy ahogy ma hívják már a 2XKU-t, is egy csomó ilyen mindenféle játékban top játékos próbálgatja. Úgyhogy gondolom nekik is eléggé nagy ráhatásuk van arra, hogy ők hogyan balanszolják az ilyen internál verziókat, és az, hogy az hogyan fog kihatni a véglegesre például. Hát meg ne felejtsük, hogy például a SF5-nek a Battle Directorja, ugye a Voshigen volt például, aki egy top player volt Japánban. Szóval, Van ilyen átjárás a player base meg a fejlesztők között, és biztos, hogy rengeteg ráhatása van manapság egyébként, igen. Meg szerintem egyébként sokat javult az évek alatt ez a patch körül dolgok, tehát régen kaptál egy patchet, úgyhogy sokszor csak vakartad a fejed, hogy olyan mire gondoltott a költő, mert egyszerűen nonsense volt egy high level play standpointból, mint csak így random. Szokták mondani még régen az Arc System Balancingra, hogy fogtak egy DAS tablet, és így dobáltak rá, hogy akkor ezt most nerfoljuk, azt a karakter buffoljuk, és így kb. Ennyi logika volt benne. És ma már azért néha adnak olyan persenótokat a különböző devek, ahol konkrétan le van írva, hogy ezt azért csináltuk, mert hogy. Ezt meg azért, mert hogy például Granblue-hoz. És ennek lehet, hogy hülyeség volt az indoklás, és tisztel, hogy úram, Isten, ezek nem tudják, hogy mit csinálnak, de legalább megindokolták, hogy miért A-ból B-be mentünk. Igen. Még akkor sem nem értek vele egyet. Igen, ez a Strive-nál ez van egyébként, hogy adnak ilyen indoklást. Én nekem most, ami ilyen rossz élmény patch-eléssel kapcsolatban, az nekem a Melty Blood egyébként, mert most az úgy volt, hogy a Melty Blood-ban meghúztak egy ilyen nagyon bátor döntést, amivel én abszolút nem értek egyet, az, hogy ne a top tíreket nörföljük, hanem a low tíreket buffoljuk. Mm-hmm. És az, hogy mindenkit hozzunk fel a top tíreknek ugye a szintjére. És az, hogy már három patch óta azt csinálják a Luminának a fejlesztői, hogy mindenkit buffolnak, mindenkit csak buffolnak. És az, hogy ebből viszont az lesz, hogy a gazdagabb az gazdagabb lesz, viszont a low tier az nem lesz azon a szinten, mert hogy csak tolódik egyet ez a válaszvonal. Mindenkit arányosan buffolnak, és akkor a véged megy ugyanaz. Én azt gondolom az ember, hogyha mindenki busted, akkor senki nem az. De ez egyáltalán nem így van. Van játék, amiben ez működik, és van játék, amiben ez nem működik. Én úgy gondolom, hogy például nagyon jó példa egyébként a tag játékok erre, például tudod, az ilyen, vagy a team játékok, meg tag játékok, mint például a Dragon Ball Fighters, vagy az UMVC3, vagy a BB tag, ahol a játéknak az ilyen romantikája az, hogy mindenki busted, és az, hogy elképesztően busted dolgok vannak csak a játékban, és ezért így nem zavar. Most az, hogy az odacsinak konkrétan a special movie-jai, vagy a special movie-jai, azok az régi szuperjei, hát kit érdekel? Hát most jó a karakter, akkor mi van? Szóval, de közben meg mit tudom én, hogyha meg ott van mondjuk egy olyan játék, ami meg sokkal neutrál fókuszdabb, most itt a kicsit nevetek, de a Strive-ot megemlítem például, az sokkal feltűnőbb, hogyha valami busted, ugye. De ott az van, hogy ott nem sok counterplay van, és nem lehet, hogy a te karaktered egyáltalán nem annyira busted, mint az, amiért éppen sírsz. De... Hogy a Strive-a több a neutrál, mint a cross-tag-be. Igen, tradicionális értelemben igen, de amúgy ezzel nem értek egyet.
Egyébként az SF6 is ezt a döntést hoztam most meg, ahogy elolvastuk, pecsnoztam. Igazából igen. Mindenki buffolva lett, és így próbálták meg összehozni az összhangot, és egyébként sokat vártak mondhatni, mindenki egy kicsit szerintem ámult, hogy eléggé sokat várt, mert megvárták Akumát, igazából konkrétan le lett zárva a szezon, és csak akkor lett egy balance change, egy ilyen overall. Talán valami pici dolgok történtek már közben is, de ilyen nagy változás nem. Azt nem tudom, hogy ti olvastátok-e, de hogy volt egy interjú az SF6 devekkel, és mondták, hogy ezt nem fogják csinálni a következő szezonban, ezt a DV1 patchet. Szerintem vissza fognak térni ahhoz, amit az SF5 csinált, hogy fél évente van, mit tudom én, van fél évente egy ilyen közepes patch, és évvégén egy nagy patch, ami egyébként szerintem valamennyire azért jobb, mert mindig kiderül valami az, hogy most ez nem úgy működik, az nem úgy működik, ez lehetne jobb, STB, STB, és akkor így azon egy kicsit változtatnak egy ilyen fél év múlva, és szerintem az egy jó periódus egyébként arra, hogy ilyen kisebb, ilyen tinteket belevigyenek a játék, vagy ilyen kis, egy kis hurtbox innen, egy kis hitbox oda. Hát igen, ez, szerintem is ez az új vonal, nem tudom, beszéltünk már ezt a témát, érintettük az egyik adásba, hogy ki mit preferál, hogy egy játék hosszabban maradjon érintetlen, vagy jobbak ezek a gyors a szezonális pecsek. Én is azt gondolom, hogy ez az új vonal, mert egy kicsit elszomorító, hogyha valami sokáig busted maradnám. Szóval, igen. Hogyha valami tényleg annyira unbalanced kerül be a játékba, az egy kicsit elszomorító, hogy várnod kell egy konkrétan egy évet rá, hogy tudjál valamit kezdeni vele, úgyhogy... Hát nem is tudom, aki mikor jött ki novemberben, azt hiszem tavaly novemberben, és figyelj, az akinek az egyik legrosszabb matchupja az Gaia volt. És azt mondja, hogy konkrétan egészen mostanáig, ugye most kapott egy túlt a patchben, hogy tud a Gaia mit kezdeni, de az a matchup az olyan volt, hogy kikaptad a gát, és azt mondtad, hogy egyszerűen nincs kedvem ezzel a játékkal játszani, mert ez ellen, a karakter ellen konkrétan a legjobb mozdulatom az, hogy váltok egy másik karakterre. Mert ez a meccsap, ez játszhatatlan konkrétan. Szóval nem tudom, hogy ez nekem ebből, én ebből a szempontból jobban szeretem most már az, ami egy kicsit így beállt, hogy van évi 2-3 patch, aztán csókolom, aztán abba tweakelnek valamit, mert akkor lehet, hogy még jön egy új karakter, lehet, hogy arra átváltok, mit tudom én, frissen tartja valahogy játékot, és egyébként erre behoznék egy ilyen nagyobb ilyen bekapcsolódó dolgot, de az, hogy szerintem ebben benne van az is, hogy manapság amennyire fel van gyorsulva, úgymond a világ, úgy az embereknek az ilyen kollektív odafigyelési képessége, az egy kicsit így megcsappant, és ezért kell a stimulus, tudod, hogy változás, patch, izé, új karakter, itt van, jöjjön. Na, nem tudom. Szerintem ez is egy kicsit benne van ebben. 10 másodpercen kell a dopamin hit különben már. Várjál, ajzom, vagy javíts ki, hogyha nem így van, de nem MK11-ben, vagy MK10-ben volt az, ahol meccs előtt töltött le patchet a játék, vagy valami ilyesmi. Szerintem az MKX volt, emlékszem, hogy voltak tournament playerek, nem tudom, hogy melyik volt, lehet, hogy Combo Breaker, lehet, hogy valami más, de hallottam egy tournament playerről, aki a PND Ketchup, ő egy Quanchi játékos volt, szerintem a Combo Breakerre ment ki éppen, és be is nyújtott top 8-ba, mindennemű probléma nélkül, csak éppen amíg repült oda, olvasgatta el, hogy a Quanchin mit nörföltek. Szóval leült játszani, aztán elkezdte csinálgatni a setupjait, és megnézte, hogy nem működik. Igen, érdekesek ezek a patchek egyébként. Így, ahogy mondtátok, így gondolkoztam is, hogy egyébként én is tudok erről nyilatkozni, mert én egyébként az elmúlt 2 hónapban ugye alig strive-oztam. Én, mint aki ugye tartja az itthoni strive-ot. És hát nem fogok hazudni. Egy idő után egyszerűen nem is az, hogy nem szereti az ember a játékot, mert tényleg szereti az ember a játékot. Jó játék, nagyon sok időt töltött el vele. Viszont bekerül valami, ami egyszerűen rontja a hangulatát, és egyszerűen nincs kedve leülni, mit tudom én, megcsinálni azt a Celestial Challenge-et, majd legközelebb, most nem, majd egy kicsit később. És nekem, ami tényleg ugye kijött a Wild Assault, először még oké volt. Aztán az emberek felfedezték, hogy hát hello, van ez a fehér is. Az úgy ment egy darabig. Én úgy voltam vele, hogy jó, legyen úgy. Nem bánom. Aztán bekerült abba, akihez nekem eléggé komoly elvárásaim voltak, mert nagyon tetszett ugye azok alapján, amit láttam a karakterről. Mentem ellene 2 meccset, rájöttem, hogy milyen toxik egy karakter, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor mi lenne, hogyha megvárnánk a következő meccset? És igazából, hát most ugye várok Slayerre, aki holnap után jön ki,
reménykedem, hogy lesz egy balance patch vele. De gyanúsan azért olyan nagy nem lesz, helyette inkább majd Season 4. És értelemszerűen, hogy a Strive-nak ez volt a nagyobb kultúrája, hogy nagyobb patch az új season-ökkel jön, ami megint csak egy éves forduló, és kb. Ugye közepén úgy így alakítgatnak valamit. Ezt most így Season 3-ban annyira nem éreztem, és nem fogok az unni, egyszerűen nem mondhatom azt, hogy unalmassá válik a játék, mert nem, hanem az emberek egyszerűen kiégnek attól, hogy mindig ugyanaz, mindig ugyanazt a karaktert látja, mindig ugyanazok a setupok vannak a képernyőn, mindig ugyanazok a mix-upok kapják el. És az embernek egyszerűen már herótja van tőle, hogy mindig ugyanaz, és nem tud vele mit csinálni. Tehát akkor most azt várjuk, hogy kijön az új karakter, és mindenki őt fogja pikkelni, és az új dolgokat fogjuk látni. Hát valószínűleg. Szomorúak leszünk, hogyha nem lesz top tier. Azért ő, megint csak azt mondanám akkor, hogyha a sztorit nézzük, ha jól tudom, ő nem is evilági karakter, ő keményebb, mint a Nagó, nem? Hát valószínűleg igen, azt mondanám, hogy lore szerint. Akkor ő egy ilyen boss. Amúgy, hogyha jobban belegondolok, úgy mechanikai szempontból, ugye Nagónak is vannak elég gusztustalan mechanikái, de őt azért megállítja az, hogyha csak úgy engedi a special move-okat jobbra-balra, akkor azért egy idő után felszökik az a blood. Slayernek ilyen problémája nincsen. A Slayer az lore szerint azért nem erős idéző, mert ő a legerősebb, kvázi, de mivel ő egy ilyen úriember, ezért ő mindig visszafogja magát, és ezért nem, ugye ezért van az, hogy gameplay szerint nem annyira erős, nem az van, hogy egy ütésből megöl mindenkit, hanem egy kicsit úriembereskedik, egy kicsit így eltartott kis súlya. Hát, a másik ilyen karakter, aki egyébként nem is játszható egyébként, azt hiszem a Slayeren kívül a másik legerősebb lore szerinti karakter az a Gabriel, aki a Potemkinnek a főnöke. És a Slayer is azt nyilatkozza róla, azt hiszem a sztoriban, hogy igen, ez az egy ember van, aki így felér hozzám valahogy. én nagyon szívesen megnézném a Gabrielt a új Strive-ban, mert ő szerintem 4 játék óta konzisztensen fel van hype-olva, és még egyszer nem volt játszani. Na hát ez tényleg elég vicces lenne, hogy ebbe kerülne. Állítólag a Gabriel tanította a patyomként is harcolni, nem? Tehát, hogy... De azt mondom, hogy az ő, igen, mestere, meg főnöke, meg jelvileg a Buster is azt hiszem, az ő technikája talán. Nem kizárt, igen, nem tudom. Megvárom, hogy kiderül. Emlékszem az Exile-ra, hogy ugye ott technikailag valamilyen szempontból ugye sztori szerint boss karakter volt a Batman. Uh-huh. Batman-t kirakta el először Gabriel. Ó, ilyen. Tehát azért emlékszem, hogy néztem azt a fightot, hihetetlen kemény volt a Gabriel, tehát a kedvenc cutscene-em volt gyakorlatilag az egész játékban, hogy megverekszik a Batmannel, és én nézem, hogy ez a karakter még miért nem playable? De igen, egyébként. De lehet egyébként, hogy jó is, hogy nem playable, mert tudod, van már hozzá egy ilyen, hogy mondjam, elvárás. Ugye az, uh-huh. hogy a Gabriel kijön, akkor neki nagyon erősnek kell lenni, és hogyha most kijön és nem erős, akkor az egész kultusz az megy a kukába igazából. Szóval lehet, hogy jobb így, hogy megvan tartva, hogy ő egy background karakter, mindenki tudja, hogy nagyon erős, de nem, senki nem akarja tesztelni, hogy mennyire erős. Tudom. Itt van az egy nagy mystery, erre kiderül egy kocka csáó és ennyi. Ne, szerintem az Asuka egyébként valamennyire felért a saját hype-jához egyébként, mert egy nagyon-nagyon király unique mechanikája van ezzel a kártya paklizással egyébként, szóval ilyen, szerintem fighting game-ben nem láttam még ilyen ezt a mechanikát. Igen, a mechanikát. Nagyon-nagyon jó karakter lett. Igen. Nekem nézni nem lett olyan érdekes, mint ahogy reméltem. Én azt láttam, hogy repülnek a kockák. Vizuálisan valóban, vizuálisan ez a geometridás, ez tényleg nem a legérdekesebb, de az, hogy csak annyit mondok, hogy maga a mechanika az, hogy manát kell menedzselni, mint az, hogy áthoztak egy teljesen trading card game-et egy fighting game-be, ez le a kalappal. Ez nem elképesztő. Én igazából játszottam ugye a karakterrel, és relatív prominent voltam vele, tehát azért vittem egy, nem tudom, 120 levelig hozzávetőleg. Amennyire nem érdekes úgymond nézni a karaktert, annyira érdekes játszani, mert amikor elkezdesz azukázni, akkor tényleg az van, hogy valami random csávó ott a képernyő másik oldalán kapálózik, oké, nem baj, nekem itt a dolgom. Meg kéne nézni, hogy milyen kártyák vannak a kezem. És tényleg, hogyha azukát játszol, akkor nem igazán nézed a másik playernek a karakterét, ami egy nagyon idegen fogalom egyébként fighting game-ekben. Hát nem ilyen volt Happy Chaos is egy kicsit az, hogy neked arra kellett figyelni, hogy meglegyen az execution loopod ugye a stáppal, meg a fókusszal, meg a mit tudom én micsodával, és most az Asuka az ugyanez, csak bonyolultabb. Hát technikailag igen, annyi, hogy
Happy Chaosnak azért valamennyire észben kellett tartani, hogy milyen távolságra van ugye a másiktól, mert hogyha ki tudja szedni mondjuk egy fartlessel mielőtt lő, vagy hogyha közelebb van, egy 5K, 2K, stb., vagy hogyha egy kicsit messzebb, és mondjuk mit tudom én, van egy, nem is tudom, teleportja, mint például Testamentnek, akkor lehet, hogy azért úgy néha egy picit figyelnie kellett. Most már értelemszerűen a karaktert lényegesen máshogy játsszák, mint amikor kijött, már nem az a nagyon heavy zoning, nem csak az, hogy nézed a resource-okat is, és mennek a projektálok, és csak chip damage, és chip damage, és chip damage, hogyha pedig nem tudsz ugye bad dash blokkolni, FD breakelni, akkor meg GG's. Most már lényegesen ugye más. Azt mondanám, hogy Asuka nem is az, hogy nehezebb, hanem egy szinttel feljebb vette ezt a resource managementet igazából. Tehát nem teljesen ugyanaz azért a megközelítés, mert Asukánál tényleg figyelned kell arra, hogy igazából te magad sem tudod, hogy a következő másodpercben mit fog csinálni. Az dönti el, hogy milyen kártyát húzol. Szóval akkor gyakorlatilag Asuka egy keveréke a Faustnak és a Happy Chaosnak. Asuka szerintem mindenképpen abban a kategóriába esik, aki top tier, mert láttuk, bejutott Evon top 8-ba, meg pikkelték, sok pro player azért pikkelte, de szerintem nehéz vele játszani, szóval azért nem az van, hogy akárki meg tudja ezt csinálni, nem egyszerű. Abszolút. Nekem a tapasztalatom az egyébként, hogy kicsit ő is az a fajta karakter, mint amiről beszéltünk, hogy ő neki nem azok a túljai vannak, ami a többi karakternek, ő a saját játékát játsza. És hogyha ehhez a játékhoz neked van tehetséged, akkor igazából könnyebb belerázódni, mert technikailag, ahogy mondtam, nem figyeld a másiknak a karakterét, a kártyáidat nézed. Hogyha azt tudod nézni, akkor igazából neked nem kell olyan hülyen nagyon sok mindenre koncentrálnod, mert a kockák teszik a dolgukat. Azok neked magam lefedik a teret. Magam ugyan ő is egy ignoráns karakter, csak nem egészen úgy érdekel. Igen. Ő csak így kidobálja a dolgokat, aztán közben meg te itt maradjál most csöndbe egy kicsit, nekem most itt meg kell néznem a kezemet, hogy mi van, addig blokkol a kockáimat, aztán igen. majd mindjárt jövök. Igen, igazából kidobja a kockát, jó, old meg. Igen. Akkor most Mario Party. Apropó Mario Party, eszembe jutott az a lovének a szuperje gramlóban. Az is egy érdekes mechanika, a szegény Novén az abszolút lótír. Csak most így az, hogy ott is ez ilyen full random valóság, hogy átváltozik egy ilyen óriással, akit nem is tudsz megölni például, és akkor old meg. Vagy tudod a lecsapot, vagy nem? Hát jól elkanyarodtunk. Innentől az lenne számomra érdekes, hogy van-e értelme a tier listről beszélni, és egyáltalán karakter matchupról, mert manapság, amit most érünk, elég furán változnak a dolgok. Azt mondanám, talán még a karakter matchupok megállják a helyüket a patchek után is. De a tier list azért sokszor erősen tud változni. Az a baj, hogy tier list igazából egy sokkal összetettebb dolog, mint egy matchup chart. Mert egy matchup chart az nagyon-nagyon... Tehát értelemszerűen valakinek a szubjektív véleménye, de objektív szituációkat vesz alapul az ember. Melyik túl működik, melyik nem. Ilyen egyszerű, és az igazából nem nehéz belátnia egyetlen playernek sem. Egy tier list az már sokkal-sokkal összetettebb, mert beleszól az, hogy az embernek milyen tapasztalata van a egyes karakterek ellen. Ő milyen karaktert játszik, és mennyire értékeli jól. Hogy mennyire használják ki például az ő megszokott ellenfelei jól a saját karakterüket. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen apró változó van, ami miatt a tier listek sokkal szubjektívebbnek érződnek legalábbis nekem, mint egy matchup chart. Egyébként egy érdekes dologra tapintasz rá, mert például előjön az, hogy regionálisan változnak a tier listek, ugye, mert hogy mit tudom én, az európaiak nem tudnak a japánokkal játszani, meg nem tudnak a nyugati parti amerikaiakkal játszani, és akkor most az van, hogy gyakorlatilag a player base fogja neked meghatározni azt, hogy melyik karakterek fognak erősnek érezni, és általában, mint ami például a Peti is mondott, hogy ott van például az Amitónak a Johnny-a például, hogyha most nincsen egy jó Johnny mondjuk a régiódban, akkor honnan a fenéből fogod tudni, hogy az a rohadtú bonyolult karakter, aki még közben nem is valami jó szerinted, az most valójában hol van a tier listen. Szóval ez rengeteg játékban így van, például most én ezt volt egy ilyen kutatás idézőjelben a BBTag Discordon, hogy kiküldtek top playereknek ilyen kérdőíveket, hogy adjanak egy pontszámot 1-től 5-ig minden egyes karakternek a játékban. És azt hiszem volt valami, nem tudom, 70 top player, akit erről megkérdeztek, ugye régió szinten, és összeállították, hogy oké, hogy ebben a régióban ez volt a legmagasabbra értékel, és akkor így össze lett egy objektívan téve egy tier list gyakorlatilag, ugye egy ilyen
gyakorlatilag egy képet volt rá, hogy akkor most így átlagolja a pontokat. És akkor az alapján volt összetéve a tier-list, hogy minden, ami 4 fölött volt, az ugye S-tier, minden, ami 3 fölött van, az ugye mid-high tier, utána mid-low tier, blablabla. És az, hogy azt láttad, hogy például Japánban, meg EU-ban teljesen máshogy áll össze a top tier, mert hogy Japánban ott van az egy Rachel player például, aki konkrétan eladja ugye mindenkit, viszont nem létezik jó Rachel player EU-ban. Szóval honnan fogod tudni akkor, hogy most Rachel top tier? Mert én nagyon régóta játszom a játékot, és én ezt nemrég olvastam ugye ezt a tier listet, és konkrétan én sem tudtam, hogy Rachel top tier. Én azt hittem, hogy Rachel egy abszolút ilyen forgettable karakter, közben nem. Közben nagyon igen. 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 A másik meg az, hogy ugye idő mixolják a karaktert. Nagyon-nagyon sok idő. Nem egyszer. Ahogy ugye beszéltem az MK11-ről is, Fujinnak mindig ugyanazok a túljai voltak. Egyetlen egyszer nerfölték, és az is egy csak nem jelentéktelen nerf volt. Az utolsó patch utánig igazából ő egy mid-tier karakter volt. Annak tartották. De szinte mindenki, pedig a túlok ott voltak már akkor is, egyszerűen csak az emberek nem tudták, hogy lehet úgy játszani, ahogy később ugye játszották ugye az utolsó patch után. Amúgy szerintem is sokat javít a szubjektivitás problémáin egy tier listnél az, hogy amikor japánoknál szoktak ilyen roundtable-ok lenni, még a Grand Blue-nál volt jó pár, hogy összeült egy valak jó játékos, és együtt kiokoskodtak egy tier listet, hogy mindenki megmondta a perspektíváját, meg hogy hogy miért így gondolja, és akkor jöttek az érvek, meg az ellenérvek, és nem csak az, hogy kaptunk egy listát, és akkor nesze neked talált ki, hogy mit gondolt a költő, hanem ott az egész egy-két órás beszélgetésen mögötte van mondjuk, vagy több, hogyha több részre bontották, amíg összepakolnak egy darab közös tier listet, amin úgy kb. Egyet tudnak érteni. És azért így már erősen kondenzált, hogy jobban a régiót látod, és nem pedig az egy-egy individuumnak a rálátását. Igen, ennek ez van értelme. Igen. Tehát, hogy okos emberek összeülnek, és összebeszélik, és akkor több a perspektíva. Itt az, hogy néha olyan perspektíva nélkül egy ilyen tier list. Nagyon sokszor látom például Twitteren, hogy az emberek írják, hogy itt egy tier list, highest level of play, és az első 5 karakter ordered, amúgy meg loosely, take it as you will, és így kösz. Volt egy ilyen running joke egyébként a magyar melti community-ben, ahol mindig azt mondtuk, hogy a top melti playerek nem értenek a melti bláthoz. Mert pont azért, mert hogy olyan tier listeket dobáltak ki, amiknek nem volt értelme konkrétan, szóval hogy annyira látszott rajta, hogy valahogy az a terv, hogy downplayeljenek ugye egy karaktert, akivel ők játszanak, és akkor valószínűleg a Kamone ugye a fejlesztő nem fogja észrevenni, és akkor mit tudom én, akkor buffokat, vagy ilyen, és ilyen butaságokat raktak ki olyan játékosok, akik konzisztensen top 8-ban voltak, és az, hogy ott álltál, és néztél, hogy ez miért? Az, hogy a Mario például, aki egy ilyen puppet karakter volt, és elképesztően durva okja meg mixápja volt, ami az egész shield rendszert ugye megkerüli, ami ugye az egyik központ mechanikája a játéknak. És konkrétan volt olyan top player, aki azt mondta, hogy hát igen, a Mario az a karakter, akinél kezdődik az, hogy egy karakter egyáltalán játszható. És így ember, nagyon nem. Az a karakter az busted, miről beszélsz? Na mindegy. Szóval, hogy vannak ilyenek, ilyen vérlázító dolgok egyébként, amivel én találkoztam már Tildis alapján, az, hogy tényleg maga az ember se ért annyira a játékhoz lehet, és ezt nagyon arrogánsan mondom, szóval, hogy van annyi önreflekció, hogy én nem vagyok top player, ez egy eléggé arrogáns kifejezés, de az, hogy volt olyan, ahol azt gondoltam, hogy basszus, én ezt jobban tudom, mint ez a top player. Mert egyszerűen nincs az Isten, hogy játszom ezt a matchupot, és az, hogy nézem a videókat róla, és az, hogy látom, hogy az emberek szenvednek, mint a kutyák ebben a matchupban, és te azt mondod, hogy amúgy ez egy favorable matchup. Én ezt nem értem. Szóval az arra van, ez ország akkor történik, amikor van egy állandó játékpartnered, akivel állandóan tudod az FT10-eket, és az, hogy valahogy úgy érzed, hogy az a matchup az neked jó, mert azban a playerre jó a játék, nem tudom, mert player matchup van, nem karakter matchup, ugye. Erre egy példát arra tudok felhozni egyébként, amikor Exárba elkezdtem játszani Kájjal, és a Petinek a potja ellen mentem állandóan, és az, hogy én megmertem rá esküdni, hogy a Potemkin egy nagyon-nagyon-nagyon rossz matchup Kájnak, mert egyszerűen nem nyertem meccset. De közben meg nagyon nem így van, hát a Pot az Kájnak az egyik legjobb matchupja konkrétan. Szóval nagyon sokat számít a player matchup, vs. a karakter matchup egyébként. Az, hogy milyen, ugyanígy az, amit mondtam az előbb is a tier listekkel kapcsolatban, hogy nagyon meghatározza a tier listedet az, hogy kikkel játszol. Igazából egy bizonyos szempontból talán fontos is ez az arrogancia, amit mondtál, mert szerintem egy
kimondottan negatív dolog, hogyha top playerek feltöltenek tier-listeket, elmondják, hogy mit gondolnak, hogy gondolják, és mivel ők ugye top playerek, ezért a community értelemszerűen őket fogja követni. Lehetnek olyan karakterek, akikről egyszerűen nem tudják, hogy mit tudnak csinálni, és ezért egyszerűen ilyen, tudod, ez a slept on karakter, akiről nem tudják, hogy egyszerűen van ott szósz, csak fel kéne fedezni. És ezért én mindig úgy voltam bele, hogy talán az egyik legjobb dolog, amit tehetsz, hogyha megnézel egy tier-listet, az az, hogyha nem értesz vele egyet, és aztán bemész a labbingba, és megnézed, hogy miért bottom tier a bottom tier. Uh-huh. Ez jó meglátás, abszolút. Egyébként összefüggésben van eléggé komolyan a tier list és a karakter matchup, mert szokás azt is mondani, hogy akkor top tier egy karakter, hogyha nagyon kevés vesztes matchupja van. Uh-huh. Ezt is megközelíteni fogod a matchup chartokat, amiket összedobtak a jó játékosok, és adsz hozzá számokat, hogy jó, akkor mondjuk azt, hogy ennyi pontot ér, hogyha ennyi meg ennyi pozitív matchupod van, és akkor számok alapján azt mondod, hogy akkor mit tudom, Venom az egy 5-ös, a Johnny az egy 6-os, Pot az egy 2-es, és akkor így megvannak így a szintezések, és ez alapján is lehet mondani valamit. És ez már szerintem egy fokkal többet ér, mint egy sima egyszemélyes tier list azért. Alig, ha nem. Az a baj, hogy ez manapság már annyira nem divat, mint az egyszerű tier listek, mert a tier listet viszonylag még könnyen megcsinálják, egyszerűen az emberek összedobják, ez a véleményük, ilyen erősnek érzik a karaktereket, különösebben annyira jól nem kell belenni. Nem tudom, hogy ti tapasztalatotok szerint ez hogy van, én megint ugye az MK szériára tudok visszagondolni, az MK 9 napokban, például konkrét a tier listet az határozta meg, hogy hány winning matchupod van. És mit tudom én, hát például ugye top 1 contender volt Kenshi és Kabal. Kabal azért volt univerzálisan top 1, mert Kenshinek volt egy losing matchupja, Kabal. Kabalnak meg nem volt losing matchupja. És Shiva meg azért volt bottom 1, mert ő meg 5-5-nél nem jutott feljebb, és az 5-5 volt a mirror match. Jaj, igen. Van ilyen, hát Pot is ilyen volt kávéjek számban, nem, hogy a mirror az ötöt, aztán csókol. Kvázi, igen. Még a Slayer-t mondták, meg ugye, a Slayer, hogy a Slayer az való igaz, hogy amíg nem érsz a tényleg high level Slayerig, addig nagyon szívni fogsz potenki ellen, mert az 5H mindent lecsekkol, a 2D minden movement lecsekkolja szinte, szóval ilyen. De amikor elkezdenek olyanokat csinálni, hogy in your face TK2K, ugye az a funny upkick, és abból full konverziót kapnak a fél HP-dér, miközben te busterezni próbáltál ott, mert általán ott működik, akkor már nem olyan vicces az a matchup. Én azon rövök egyébként, hogy ez ilyen 5-5 matchupról jut eszembe, hogy a Meltében meg fordítva volt egyébként, hogy ott van a PCL például, meg az AOK, meg ezek a top tirek, az, hogy az 5-5 volt a rossz matchup. Az, hogyha valakivel egált játszottál, azt inkább, de játszol az nagyon rossz. Hát mit tudom, a PCL-nek emlékszem, hogy a vagy nem is a PCL-nek, a Kumának volt ez, hogy azt hiszem, hogy a PCL volt a legrosszabb becsapja, mert az 4,5-5,5 volt. Szóval hogy az is ilyen kb. Marginális különbség volt, de hogy mindenki mondta, hogy fogad, az nagyon rossz, az a becsap nagyon rossz, a 4,5-5,5 játszott. Strive-ban is van ilyen, ja. Mert hát ott meg a Nagoruki playerek legendásan utálják egyébként Testamentet. Testament Nagoruki meccset. Igen, jelen vagyok, igen. Szervusz, Bélix. Én is, ne aggódj. Hát a helyzet az, hogy a Testament playerek szerint az egy 5-5 meccs. Hát az a baj, hogy a Nagoruki playerek úgy játszanak szerintem, hogy nem szeretünk gondolkodni a legtöbben, aztán ezért nem 5-5, mert... Ugyanez a Slayer, ez ugyanez a Slayer potemki, nem akarnak gondolkodni, azt mondják, azt akarják csinálni, mint eddig. Igen. Az nem működik, bocs. Igen, hát ez nem is értem, hogy miért van az, hogy a Beyblade az nem megy át a Grave Reaper fölött egyébként. Az a baj, hogy néha átmegy. De nem mindig, és ez a baj. Hát igen. Képzeli, szóval hogy azért ez nem járja, hogy van valami karakter, aki nyer a Nagó ellen, ne szórakozzunk már. Hát igen, ezzel én sem tudok kiegyezni, ez nem oké. Na. Arról volt szó, hogy nincsen vesztes matchup, hát most nem áll. Bocsánat. Én nem erre írtam alá. Teljes testament. Igen, és akkor összeül a testament Shadow Castle a kerekasztalhoz, és azt mondja, hogy de jó, 5-5. Egyezünk ki ebbe, ezt ne fiatassuk, ez 5-5. Ez a narratív. Egyébként nekem lenne egy olyan ötletem, csinálhatnánk a Busó közösséggel egy ilyen kerekasztalt, amit már emlegettünk az adás alatt, a Peti mondott, összerakhatnánk a nagy Busó tier listet. Miről?
attól függ, hogy miről, mert függ, azért itt lesz nem egyetértés, az biztos. Az a lényeg. A Luminán aztán két-három ember azt mondaná, hogy én inkább nem mondom, hogy mit gondolok. Igen, én elég konkrét. Nem, egyébként ez nagyon vicces, hogy ilyen fun fact, ugye a szerverünkön, amikor még ment rendesen a multi discussion idézőjelben, egy idő után azt mondtuk, hogy tudjátok, mi srácok, inkább ne beszéljünk a Beltibádról. Beszéljünk bármi másra, csak a Beltibádról, mert ebből mindig csak a játszás. Hát nem tudom, én benne lennék azért, majd megvitassuk. Hát, lenne, igen. Igazából ez szerintem valamelyik aktuális game-ről lenne értelmes, majd megvitatjuk. Hát, nem tudom, mit tudnánk még hozzáfűzni ehhez a tier list per matchup chart témához, azért szerintem kifiléztük, amennyire tudtuk. Úgyhogy ezt tudtuk nektek már adni, köszönjük, hogy minket hallgattatok, sziasztok legközelebb is. Bye-bye! Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a mai rész, lájkoljatok minket YouTube-on, vagy értékeljetek minket Spotify-on. Jövő héten új résszel jelentkezünk, addig is sziasztok!